Újabb rakétatámadásokat hajtottak végre orosz erők ukrajnai települések ellen. A rakétatámadások az infrastruktúrára irányultak, de legkevesebb 4 polgári áldozatuk is van, többen pedig megsérültek. A támadások Kijevben, Lvivben, Mikolájivban és Harkivban okozták a legnagyobb károkat. Több településen részben vagy teljesen megszűnt az áramellátás, sokan kénytelenek nélkülözni a vizet és a fűtést is. Az áramellátás hiányosságai miatt milliók otthonai, illetve középületek borultak sötétségbe. Nincs áram ebben a herconi kórházban sem, így csak elemlámpával tudnak világítani. Az infrastruktúra elleni orosz csapásoknak nem csak Ukrajnában vannak következményei. A moldovai miniszterelnök helyettes a Twitteren azt tette közé, hogy az ukrajnai energiahálózatban keletkezett károk tömeges áramkimaradásokat okoztak Moldovában. Egybecsapódó orosz rakéta egy újszülött halálát okozta a Zaporizsjai régióban lévő Vilnyánsz kórházának szülészetén. Az édesanyját és orvosát sikerült élve kihúzni a romok alól. Az épi párhuzamot vonta a mostani orosz légicsapás, illetve a között, hogy március 9-én légitámadás semmisített meg egy szülészetet Mariupolban.